Jó reggelt kívánok 2023. június 20-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy áldásaidnak a részesei lehetünk. Hogy te elhívsz, feladatot adsz, és fontosnak tartasz bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy adtad az Úr Jézus Krisztust, aki által nem csak bűnbocsánatot és örök életet adsz nekünk, hanem megmentesz az eljövendő haragtól is. Köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy kiválasz. Urunk, érthetetlen a te szereteted és a te kegyelmed, és mi ezt csak hitben, hálával elfogadni tudjuk. Kérünk, te légy most is jelen közöttünk szent lelkeddel, és ha jónak látod, ajándékozz meg minket ma is a te ígéd üzenetével. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből az első részt a következőképpen. Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség! Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogy hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőink élettetek és az Úré, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, a mai napon a Tesszalonika beliekhez írt első levelet kezdjük el olvasni, amelynek a történetéhez hozzá tartozik, hogy ez Pál legkorábbi levele. Valószínűleg Krisztus után 50 körül íródott. Az előzményt ismerhetjük az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, amikor Pál a második missziói útja során eljut Tesszalonikába. Azok után, hogy megverik őket, együtt folytatják Szilásszal vagy Szilvánusszal a missziói utat, így érkeznek Tesszalonikába, ami az akkori kor igen jelentős városa, mondhatni a Via Egnáta mentén fekvő városok közül, a kikötő városok közül Görögországban a legjelentősebb. Azt olvassuk, hogy nincs óriási sikere Pálnak, hiszen 3 szombaton is tanít a zsinagógában, bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, elmondja azt, hogy ő a megígért messiás, akit vártak. A zsidók közül azonban kevesen fogadják be. Vannak ott azonban istenfélő görögök, ők viszont befogadják. És képesek, hajlandóak a bálványoktól odafordulni az egy élő igaz Istenhez. Nagy dolog ez abban a korban. Abban a római birodalomban, ahol tele van minden római istenekkel, abban a Görögországban, ahol külön görög istenek vannak, és rájönnek az emberek, hogy ezek nem képesek megszabadítani. Rájönnek arra, rávezeti őket Pál által a Szentlélek, hogy a bálványoktól oda kell fordulni az Istenhez. A hálaadásról szól ez az első rész. Arról, hogy Pál hálás. Annak ellenére, hogy fellázítják a
tesszalonikaiaknak egy része a többieket, és elzavarják őket onnan is, és tovább kell menniük még az éjszaka folyamán. Ennek ellenére hálás Pál, mert munkálkodik a Szentlélek. Azt olvassuk, hogy hálaadásban imádkozunk, mert szüntelenül mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok. Hálát adunk mindenkor. Te kiért vagy hálás? Ki az, aki hitben utat mutatott neked? Ki az, akinek akár az ige hirdetése, akár az életének a példája, akár pusztán a tudat, hogy imádkozott érted? Kiért vagy ma hálás? Azt mondja Pál, hogy hitből fakadó az a munka, amit végeznek. Szeretetből jön a fáradozás, és a reménységben állhatatosak. Olyan jó lenne, hogy amikor dolgozunk, munkálkodunk, akkor azt hitből tudnánk tenni. Hogy amikor már fáradtak vagyunk, akkor szeretetből tudnánk tovább folytatni, és nem muszájból. Abból a szeretetből lehet ezt tovább folytatni, amit Isten ad nekünk, amit megtapasztalhatunk felőle. Mert ő reménységet ad. És ez a reménység álhatatosságot munkál. Mit jelent álhatatosnak lenni? Kitartani. Tarts ki még. Miért? Ezt olvassuk. Mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Te is kiválasztott vagy. Arra választott ki az Isten, hogy üdvözülj, hogy örök életed legyen. Kiválasztottak lenni jó dolog. Tudatosítsd magadban. Hogyha sikerült azt átgondolni, hogy kiért vagy ma hálás, akkor a következő legyen a hálaadás önmagadért, hogy kiválasztott vagy, hogy arra hív az Úr Jézus, hogy örök életed legyen és az ő tanítványává legyél. Amikor mindez megtörténik, akkor pedig átélhetjük azt az örömöt, hogy az Úr Jézus Krisztus megszabadít az eljövendő haragtól. Nem szabad alábecsülnünk az utolsó napot, de mindazok, akik Krisztusban vannak, azok megtartottnak. Mert hogy ezt olvassuk, hogy megszabadít, de egy olyan szó van itt, amely azt is jelenti, hogy megóv, megőriz. Itt is igaz az, hogy az úrangyala tábort jár az őt félők körül, avagy az úrangyala megőrzi azokat, akik Isten félők. A mai napon hát légy hálás, add tovább Isten szeretetét, és gondolkozz el rajta, hogy kiválasztottként milyen életet kell élned. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olykor nem úgy élünk, nem úgy beszélünk, nem úgy gondolkozunk, mint a te választottaid. Gyakran a harag, a neheztelés, vagy a feltételezés tévútra visz bennünket. Tiszta szívből arra kérünk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Magunktól erre nem vagyunk képesek. Kérünk, hogy a mai napon te adj bölcsességet, hogy jó döntéseket hozzunk, te adj erőt, hogy megtegyük azt, ami szükséges, és te adj olyan akaratot, amely a te országodat akarja munkálni. Bocsáss meg, kérünk, amikor az életünk nem téged tükröz, amikor rossz példák vagyunk, amikor nem tudunk olyanok lenni, mint a tesszalonikaiak, akiknek a hitének a híre elterjed az egész országban. Nem arra vágyunk, Urunk, hogy elismertek legyünk, hanem hogy te védj a kezedbe. Még akkor is, hogyha olykor elrontjuk, hogyha csak megrepett nátszál vagyunk, vagy éppen pislákoló gyertyabél. Urunk, tudjuk, hogy jobb egy törött gyémánt, mint egy épp kavics. Arra kérünk, Urunk, te formálj, te igazgass, és te add, hogy tudjuk és akarjuk továbbadni az evangéliumot, amely nekünk is erőt ad nap mint nap. Kérünk, Istenünk, te szüntesd meg a háborút, és add, hogy akik háború sújtott a vidéken élnek, legyen kitartásuk és örömük mindazok ellenére, amit el kell szenvedniük. Kérünk, Istenünk, hogy te adj gyógyulást azoknak, akik ezt tőled várják.
Imádkozunk a magányosokért, az egyedül lévőkért. Te töltsd ki az üres perceket, és add, hogy őszintén és tiszta szívből tudjanak dicsőíteni téged. Kérünk, Urunk, te áld meg a mai napunkat is. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek!